Nehéz helyzetben a vendéglátás, sok esetben helyrehozhatatlan károkat okozott a koronavírus járvány. Jóval kevesebb fuvar a taxisoknál, sokan a tevékenység szüneteltetésére kényszerültek a szektorban. Népszerűsítették a szakképzést, a biztonságos megélhetést nyújtó szakmákat támogatják a Máté Szalkai Szakképzési Centrumnál. Egyelőre február 1-ig vannak érvényben a jelenleg hatályban lévő intézkedések, a kormány a jövő héten megvizsgálja, hogy fenntartja a szigorításokat. Enyhítése azonban addig nem lesz lehetőség, amíg nem csökken radikálisan a fertőzöttek száma, majd a tömeges oltás nem indul el, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez a Kölcsei Televízió híradója, üdvözlöm Önöket! Gulyás Gergely a kormányinfón beszélt arról is, hogy Magyarország tárgyal Kínával és Oroszországgal is, de csak olyan vakcinát szerez a kormány, amellyel már több millió embert sikeresen beoltottak, biztonságos és a magyar hatóság által engedélyezett. A politikus jó hírrel szolgált a házi orvosok számára, mivel utóbbiak nagy szerepet vállaltak a koronavírus elleni küzdelemben, a kormány a béremelésükről döntött. Három kategória van, aki a legszorosabb együttműködésben vesz részt, az, az orvosi bértába szerinti jövedelmet kapja meg, aki egy lazább együttműködésben, az is a jelenlegi bér és az orvosi bértába szerinti bér különbözet 80%-át megkapja, és aki semmilyen praxis közösségbeli együttműködésben nem kíván részt venni, az is ennek az összegnek a 30%-ára számíthat. Szintén fontos döntése a kormánynak, hogy a fogorvosok, tehát az állami ellátásban részvevő fogorvosok is ennek megfelelő bérezésre és juttatásra számíthatnak. Ez mintegy 100 milliárd forint költséggel jár az államnak. Nehéz helyzetbe került a vendéglátás 2020-ban. A COVID-19 miatt bevezetett korlátozó intézkedések ezt a szektort sújtották a legnagyobb mértékben. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség folyamatosan próbálja segíteni az ágazatot. Nemrég egy országos felmérést készítettek a jelenlegi helyzetről. A tavaszi első leállást követően nyáron kicsit fellélegezhettek az éttermek és vendéglátóipari egységek, de ez nem pótolta a tavaszi kiesést. A második hullám sok esetben helyrehozhatatlan károkat okozott. A munkavállalók és munkáltatók egyaránt nehéz helyzetbe kerültek. Elfogytak a tartalékok, és körülbelül egy hónap tartalék, vagy egy hónap megkevesebb tartalékkal rendelkeznek a kollégák, akik még jelen pillanatban a piacon vannak, és megpróbálják tartani a munkaerőt. Vannak nagyon sokan, akik hibernált állapotban vannak, tehát ez azt jelenti, hogy nem szüntették meg a tevékenységüket, viszont nem is dolgoznak, nincsenek rajta azon a piaci szegmensen, amely a helyben történő elkészítés után csomagolással és értékesítéssel, vagy a kiszállítással foglalkozik. Nagyon sok kollégának az észrevétele az volt, hogy jó lehetőség a piaci kiszállítás, viszont akkora nagy bum lett a piacon, hogy az egyébként is ezzel foglalkozók mellé megérkeztek az éttermek, és itt nem segítik egymás munkáját, hanem egymás konkurenciái, tehát egymástól veszik el a piacot. A felmérés élőben online és papíralapon kérdőíves formában is zajlott. Munkavállalókat és munkáltatókat is megkérdeztek, illetve a szövetség megyei elnökeinek véleményére is kíváncsiak voltak. Az összegzés eredménye, hogy hasonló problémákkal küzdenek az ország teljes területén. A kérdések mellett javaslatokat is vártak az ágazat szereplőitől, amivel hosszabb távon is segíthetik a vállalkozókat. Mindenki a működési támogatást javasolta, tehát a legtöbben egy újrakezdési vagy újraindulási támogatást javasoltak. Rengetegen mondták, hogy a raktára kiüresedtek, minimális raktárkészlettel, raktárbázissal tudnak dolgozni, illetve a munkabér támogatásoknak a gyorsabb kifizetését javasolták, illetve azt, hogy ha lehetséges, még akkor ezt egy nagyobb arányban érjük el a jövőben, valamint a meglévő támogatási rendszernek, vagy a meglévő támogatásoknak az újranyitás után kiszélesítése, tehát hogy több hónapon keresztül még a nyitás után ez maradjon fent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei résztvevői is voltak a felmérésnek, melyből kiderült, a vállalkozások több sikeres év tartalékát élték fel tavaly, emellett sok kiváló munkavállaló hagyta el végleg a szakmát. Egyelőre nem várható változás a taxis szektorban. Az elmúlt időszakban sokan hagytak fel a tevékenységgel, miközben a fuvar szám is drasztikusan csökkent, elsősorban az éjszakai kijárási tilalom miatt. Nagy segítség lenne az ágazatban dolgozók számára is, ha újra bevezetnék a katafizetés aluli mentességet.
Na, a tavaszi visszaesés után nyáron erősödés volt megfigyelhető a taxis ágazatban is. Ősszel azonban a járvány második hullámával együtt jött az újabb recesszió. Az országos számokkal összhangban a megye legnagyobb taxitársaságánál is nagyjából a felére esett vissza a fuvarok száma. Sok szakmabeli pedig felfüggesztette, vagy akár végleg abba is hagyta ezt a tevékenységet. Nagyobb részt egyéni vállalkozók szüneteltetik a munkát, a Szabolcs taxis főleg ilyen formában alkalmazza munkavállalóit. Itt egyelőre nem bővítik a létszámot a kereslet visszaesése miatt, noha vannak jelentkezők, akik sorban állnak, hogy bekerüljenek a céghez. A fuvar szám egyébként főleg éjszaka esett vissza mintegy a tizedére, de az ilyenkor munkába járók miatt a társaság nem szüntette be teljesen az éjjeli ügyeletet. Ugyanakkor más időszakban is kevesebben veszik igénybe a szolgáltatásukat. Nappal is tapasztalható ez a visszaesés, hogy az emberek szerintem az, hogy félnek, ha ki nem muszáj, nem mozog, inkább otthon van, vagy nem költ. Azt megfigyeltem, hogy azért szívesebben beülnek a taxiba, persze mi is próbáljuk a tisztelnek fertőtlenítve tartani a kocsikat, hogy maszkot felvesztjük, meg kilincseket fertőtlenítsük, meg stb. Meg az utas megkérjük, hogy jobb hátra üljön be, minél távolabb egymástól, meg minden kocsinkban van már ugye bankterminál, hogy ugye érintésmentesen ugye pénzt ne kelljen fogni, csak a bankkártyát oda tartani, és akkor fizetnek. Ezek egy olyan próbálkozások, hogy próbáljuk tartani, és elmond is van egy-két olyan utas, aki emiatt velünk utazik, de nagyobb rész, akkor is van egy csökkenés. Ennek az ügyvezető elmondása szerint elsősorban a költségek megtakarítása, vagy a biztonság és egészségmegőrzés lehet az oka. Az Opten adatai szerint a szektor 2016 óta biztató jeleket mutatott mind a szereplők számát, mind az árbevételt illetően. Ennek a tendenciának szakadt vége a tavaly évben. A pandémia az egyik leginkább kiszolgáltatott ágazattá tette a taxisokét. Ilyen időszakokban sokat számít a vállalkozók alkalmazkodó képessége, mint ahogy a kormányzati intézkedések is. Nagy segítség volt a szektorban tevékenykedők számára, hogy jó pár hónapig nem kellett fizetniük a katát, de a hiteltörlesztési moratórium bevezetése és az iparűzési adó lefedezése is megkönnyítette a vállalkozók dolgát. Az a javaslatunk igazából, meg az lenne a legjobb, hogy ezt a katát megint eltörölnék egy-két hónap, az nagyon a segítség volna. De vennék, hogyha már megyünk kifele, és nem kell elengedni a kormánynak, meg senkinek, mert odáig ér ez az oltottsági szint, hogy visszaáll az életünk, azon a legnagyobb segítség. Mert fizetjük mi a katát, meg mindent, csak legyen bevételünk. Ugye ez volna mindenkinek a cél, de nem még egyszer csak vége lesz, és valahogy túléljük. Mivel február 1-ig biztosan érvényben marad a kijárási tilalom, és a vendéglátóhelyek, színházak és szórakozóhelyek továbbra is zárva tartanak, egyelőre nincs esély a helyzet javulására az ágazatban sem. Megkezdődnek a pályalemezbontási munkálatok a Tokaji Erzsébet királyné híd rakamazi oldalának déli részén, ezért január 25-én jövő hétfőn 8 órától félpályás jelzőlámpás forgalomkorlátozást vezetnek be. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a közúti forgalom folyamatos biztosítása érdekében az átkelőt több ütemben újítják fel. Az első fázis során a híd rakamazi oldalának északi részét újították fel, amelyet a gépjárművel közlekedők december 22-e óta már forgalomkorlátozások nélkül használhatnak. Hétfőn megnyitják az ezen a részen lévő gyalogjárdát, megteremtve ezzel a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit. A híd és a körforgalom környezetében a munkálatok teljes befejezéséig, várhatóan 2021 utolsó negyedévéig forgalomkorlátozásokkal kell számolniuk a közlekedőknek. Az 1,1 milliárd forintos beruházás során teljes körűen megújul a híd, biztonságos, közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre a Nyíregyháza és Tokaj között megépült kerékpárút és az előkészítés alatt lévő Tokaji hegy körüli kerékpárút között a Tisza feletti átvezetéssel. Új eszközökhöz is nyúltak a képzések népszerűsítése során a Máté Szalkai Szakképzési Centrum iskoláiban. Az ide tartozó 5 intézményben a 174 alapszakmát tartalmazó szakmajegyzék közül több mint 100-at oktatnak. Elsősorban azokat a szakmákat támogatják, amelyek biztonságos megélhetést nyújthatnak a jövőben. Jelentősen átalakult szeptemberben a hazai szakképzés rendszere. A diákok 5 éves technikus képzésben vagy 3 éves szakképzőiskolában tanulhatnak, a korábbi OK és rendszer pedig megszűnt. Ezen képzések helyét egy 174 alapszakmát tartalmazó szakmajegyzék vette át.
A Máté Szalkai Szakképzési Centrumhoz tartozó 5 iskolában, ezek közül több mint 100-at oktatnak 17 különféle ágazatban. A képzések népszerűsítése volt az egyik fő feladat az elmúlt hetekben, hónapokban, a központi felvételi előtti időszakban. Mivel a járványhelyzet miatt a figyelemfelkeltés információ áramlás formája is megváltozott, az intézményeknek is alkalmazkodniuk kellett ehhez. Az 5 iskolánk mindegyike YouTube csatornát indított, ezen kívül fenn vannak a közösségi oldalakon is, és reklámfilmeket készítettek az intézményekről, amelyeket eljutottunk az általános iskolákba is. Szeretnénk arra ösztönözni a tanulókat, szüleiket, osztályfőnökeiket, hogy válasszák az idén a szakképzést, hiszen hatalmas lehetőségek rejlenek benne. Többek között azért is, mert már szeptember 1-től 9. osztálytól állami ösztöndíjban részesülnek, amely a technikusoknál a mindenkori minimálbér 5%-a, tehát 8 és 9 ezer forint között van, a szakképzésben résztvevő tanulóknál pedig 10%, azaz havi 16.200 forint. A kínálat széles a centrum intézményeiben. A lányok körében a legnépszerűbbek a szépészethez kötődő képzések, míg a fiúk közül sokan választják az informatikát, a gépészet és autószakmákat. A főigazgató szerint elsősorban a keresett szakembereket képző szakmák oktatását támogatják. Azok a szakmák prosperálnak elsősorban, amelyek a nemzetgazdaságban is húzó ágazatnak számítanak, tehát az elektronika, az informatika, a magasabban kvalifikált szakmák közül a gépészet, illetve a szakképző iskolákban pedig az építőipar, a faipari szakmák, azok az ágazatok, a jellemzőek, amelyekben az elmúlt 5-6 évben hatalmas fejlődés volt tapasztalható. A szakképzési centrum iskoláiban a hagyományos rend alapján történik a felvételi eljárás. A központi írásbelikre most szombaton kerül sor, külön felvételit azonban nem tartanak az intézményekben. A tanulóknak február 19-éig kell kitölteniük a jelentkezési lapokat, amelyeket aztán a felvételi központba és az adott intézményekhez juttatnak el. Több mint 8000 online nyelvvizsgát szerveztek a vizsgaközpontok 2020-ban, ez körülbelül a 10%-a az összes nyelvvizsgának. Az eddigi tapasztalatok pozitívak mind az oktatási hivatal, mind a vizsgaközpontok és a vizsgázók részéről. Az akkreditált központok listája folyamatosan bővül, ahogy a választható nyelvek és azok szintjei is. A jelenlegi jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy nem csak hagyományosan tanteremben lehet nyelvvizsgát tenni, hanem otthonról számítógépen keresztül is. Ezt nevezzük online nyelvvizsgának. Az oktatási hivatal eddigi tapasztalatai pozitívak. Bár a csalások lehetősége miatt aggodalommal indultak neki az új rendszernek, a felmérések és vizsgálatok során az derült ki, egyáltalán nem több a csalások száma, mint a korábbi tantermi vizsgák során. Ezért most úgy tűnik, a járvány szülte kényszerhelyzet hosszú távon is opció marad. A vizsgaközpontokkal természetesen szinte napi kapcsolatban vagyunk, és nagyon sokat beszélgettünk velük, az ő véleményükre is mindig kíváncsiak vagyunk. Ők elmondták azt, hogy ez óriási kihívás volt nekik először, hiszen egy teljesen új rendszert kellett elkezdeni működtetni. Nagyon sokat tesztelték, próbálták, mielőtt az éles vizsgáztatás beindult volna, és óriási munka ez nekik, nagyon nagy humán erőforrás igényt is támaszt velük szemben, hiszen az ember azt gondolja, hogy online vizsga, akkor kevesebb vizsgáztatóra van szükség, ez egyáltalán nem így van, ugyanannyi vizsgáztatóra van szükség, viszont sokkal több háttér emberre, operátorra, felügyelőre, informatikusra van igény ahhoz, hogy a vizsga teljes biztonságban tudjon működni. Az akkreditációs kézikönyv részletesen tartalmazza azt a technikai hátteret, amellyel egy vizsgaközpontnak rendelkeznie kell. Ebben szerepel egy olyan informatikai rendszer is, amely minden paraméterben segíti a vizsgázó azonosítását, és felügyeli, hogy mi történik a vizsga közben, vagyis hogy nem vesz igénybe segítséget a vizsgázó. Ezt a formát főleg a fiatalabb korosztály választja, akik nem riadnak vissza a digitális eszközök használatától, de jelenleg még ők is szívesebben választják a hagyományos vizsgát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Összességében tudom elmondani országosan, hogy eddig
Ugye tavaly kezdődött ez a vizsgáztatási lehetőség 2020-ban az első járvány hullám idején, akkor még csak a veszélyhelyzetre vonatkozott ez a lehetőség, ezt követően a kormány meghosszabbította egy jogszabály módosítással ezt a lehetőséget, tehát most már nem csak a járvány idején lehet ilyen vizsgát tenni, szeptember 1-e után. A számokat, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy eddig 2020-ban közel 8200-an tettek online formában nyelvvizsgát, ez körülbelül a tizede az összes nyelvvizsga eseménynek. Jelenleg 6 nyelvből, angolból, franciából, németből, olaszból, oroszból és spanyolból szerezhető online általános nyelvvizsga bizonyítvány, emellett portugálból közgazdasági szaknyelvi vizsga is tehető. Az akkreditált nyelvvizsga központok és az elérhető nyelvek teljes listája az Oktatási Hivatal honlapján olvasható. A hétvégén folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB1-ben. A tavaszi nyitó forduló első mérkőzésén a tabella 5. helyén álló Kisvárda szombat délután a 8. Mezőkövesdet fogadja. A hazaiaknál még nem lép pályára a hét elején igazolt szerb védő Lazar Cirkovics. A megszokotthoz képest rövidebb felkészülés után vágnak neki a tavaszi szezonnak az élvonalbeli csapatok. A Kisvárda január elején kezdte el a munkát, a keretből távozott néhány kevesebbet játszó futballista, helyükre pedig olyanokat igazolt a klub, akik növelik a versenyhelyzetet. A bolgár válogatott Karabeljov, a brazil Leoni és a Nyíregyházáról érkező Ötvös Bence az edzőmeccseken már bizonyíthatott is a szakmai stábnak. A jól sikerült ősznek köszönhetően a Kisvárda az 5. helyen várja a folytatást. Sérülések és betegségek miatt egyelőre több hiányzója is van a csapatnak. Révész Attila sportigazgató szerint nehéz tavasz elé néz a Várda, amelyre 18 bajnoki meccs vár a következő 3,5 hónapban. Az elmúlt 2 szezonban tanúi lehetünk annak, saját bőrünkön érezhettük, hogy végig küszködtek azok a csapatok, akik velünk a bemaradásért együtt indultak harcba, és például az 2 évvel ezelőtti szezonban az MTK ilyenkor 26 ponttal fordult, és mégis ki tudott esni, több jó volt 3-mal, mint nekünk. A Debrecen is hasonló mennyiséggel rendelkezett, mégis kiesett a tavaly évben. Tehát a tavaszi produkció az teljesen más lesz, és sokkal élesebb versenyhelyzet elé nézünk, mint volt ősszel. Ősszel még egy picit a csapatok lazábbak, könnyebben veszik. Most a vírushelyzet azért nagyon sok csapatnál az erőviszonyokat átállította. Ezt tavasszal már úgy gondolom, hogy elkerüli majd őket, és sokkal, de sokkal nehezebb lesz minden egyes mérkőzésen győzelmet szerezni. Az kell, hogy a koncentráció teljes mértékben kitartson. Ugye össze volt 15 meccsünk, tavasszal lesz 18. Ráadásul 3 hónapra beszűkítve, ami azt jelenti, hogy szerda-szombat ritmusban fogunk játszani. A csapatkapusa Dombó Dávid bízik abban, hogy tavasszal is az őszihez hasonló teljesítményt tudnak majd nyújtani. A helyzeteink úgy nagyjából megvoltak, hátul ugyanúgy jellemzett minket szerintem az a stabilitás, ami az ősznek igazából az egész részében megvolt a csapatnál. Az, hogy nem tudtuk berúgni a helyzeteket, azt nyilván szerettük volna kihasználni azokat a lehetőséget, amik adódtak előttünk. Így, hogy nem tudtuk kihasználni, így sajnos ugye nem tudtunk gólt szerezni, de azt gondolom, hogy még így is a 0-0-ákkal előrébb lettünk, mint hogyha nem szereztünk volna pontokat. Azonban azt gondolom, hogy ha most a helyzet kihasználáson fogunk javítani, illetve azt a stabilitást megtartjuk, ami ősszel jellemzett minket, akkor szerintem minimum ezen a pozícióban tudunk maradni. Nyilván mindenkinek van ott motoszkál a fejébe, hogy esetleg egy kicsit feljebb is, de én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép eredmény eddig. A Kisvárda 3 edzőmeccset játszott a felkészülési időszakban. A Kazincz Barcika ellen 2-0, az ukrán Minaj elleni 2 mérkőzésen pedig 1-0, illetve 4-0 győző Subka Attila együttese. A vezetőedző reményei szerint a Mezőkövesd ellen is folytatódik a sorozat. Gondolom, hogy egy éles mérkőzés lesz, mivel ugye a Mezőkövesdnek is szüksége van a pontokra, mi is szeretnénk hazai környezetben eredményesek lenni. Én úgy gondolom, hogy ha fel tudunk állni megfelelő kerettel, akkor nem lehet problémánk azon a mérkőzésen. A Kisvárda Mezőkövesd zárt kapus mérkőzés szombaton 14 óra 30-kor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Ferencváros, Újpest Molfehérvár FC, Budafok MTK Budapest, Paks DVTK és Budapest Honvéd Zalaegerszeg. Zárásként érkezenek kiemelt híreink újra röviden. Nehéz helyzetbe került a vendéglátás 2020-ban. A koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések ezt a szektort sújtották a legnagyobb mértékben, sok esetben helyrehozhatatlan károkat okozva.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség folyamatosan próbálja segíteni az ágazatot. Nemrég egy országos felmérést készítettek a jelenlegi helyzetről, amelyben a megyei vállalkozók nehézségeire is fény derült. Egyelőre nem várható javulás a taxis szektorban. Az elmúlt időszakban sokan hagytak fel a tevékenységgel, javarészt egyéni vállalkozók. Eközben az éjszakai kijárási tilalommal párhuzamosan a fuvarszám is drasztikusan visszaesett, az egyik megyei cégnél mintegy a tizedére. Nagy segítség lenne az ágazatban dolgozók számára is, ha újra bevezetnék a kata fizetés aluli mentességet. Szombaton tartják a központi írásbeli felvételiket a középiskolákban, a jelentkezéseket pedig február 19-éig kell elküldeniük az érintett tanulóknak. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum intézményeibe is várják a jelentkezőket. Az iskolákban ezúttal új eszközökhöz is nyúltak a képzések népszerűsítése során. Elsősorban azoknak a szakmáknak az oktatását támogatják, amelyek biztos megélhetést nyújthatnak a jövőben. Eddig tartott a Kölcsei Televízió híradója január 21-én csütörtökön. Weboldalunkon minden tudósításunk visszanézhető, friss hírekért pedig tartsanak velünk péntek este is. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel többnyire gyengén felhős idő valószínű, de megyénkben erősen felhős területek is lesznek. Csapadék nem valószínű, a szél ugyanakkor megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra 2 és 7 fok közé hűl le a levegő. Napközben közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak majd. Helyenként gyenge eső előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A hétvégén csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet, és több hullámban kell csapadékra térségünkben jellemzően esőre számítani. Hétfőn már keleten is havazhat, ezzel párhuzamosan pedig a szél is megerősödik, sőt viharossá fokozódik, amely hófúvást is okozhat. Hétfő délutántól hidegebb levegő érkezik.